Szmrecsányi Boldizsár Égretörő íjász című kis plasztikájából idén összesen 4 darab találhat új tulajdonosra a november 22-én pénteken tartandó Prima Gálán. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei elnöke azt mondta, most is számos jelölt közül szűkítették le 10-re a kategóriákat képviselő személyek számát, és nem terveznek megosztott díjakat. A VOSZ-nak van egy Prima társadalmi kuratóriuma, amely a jelölteket is kiválasztja. Nagyon sok jelölés volt ebben az évben, volt több kategória, ahol 4-5-6 jelölésünk is volt. Ezekből választja ki ez a kuratórium, ki legyen ez a 10, aki az egyes kategóriákban szerepel majd, és ugyanez a kuratórium dönti el az, hogy ki kapjon a Prima díjat, illetve külön díjat. Az idei évtől több változás is érvénybe lép, amely jó hír a jelöltek számára. A legnagyobb változás a díjazottakat érinti, a Prima díjasokat, ugyanis ettől az évtől 2 millió forint a Prima díjnak az összege, nettó 2 millió forint, korábban 1 millió forint volt. Ezt az idén az országos VOSZ elnökség hagyta jóvá, hogy megduplázzuk, mert már ez a 1 millió forint, amit eddig átadtunk, nem annyi, mint 2018 évvel, tehát azt hiszem ez méltányos volt már, hogy felemeljük. A külön díj összege az 500 000 forint, továbbra is, de nem lehet megosztani. Eddig meg lehetett osztani 2 személy részére, most 1 személy kaphatja 500 000 forint értékben. A másik változás az, hogy egységesítettük a díjakhoz kapcsolódó emléktárgyat, ez Mresányi Bordizsának az Égretörő íjász nevű szobra, amelyet minden vármegyében minden díjazott, és a külön díjazott is megkap és átveszi, nagyon szép díszdobozba csomagolva. Szomba Csaba hozzátette, a harmadik változás, hogy idén a meghívókban felhívják a figyelmet, hogy a gála nem csak Prima díjkiosztó gála, hanem évvállalkozója díjátadó ünnepség is. A VOSZ vármegyei elnöke azt mondta, egyetértés van a döntéshozók körében arról, hogy Szabolcs-Szatmár Berekben, akit másodjára is neveznek, annak jó esélye van valamilyen elismerés átvételére. Nálunk van egy ilyen, hogy mondjam, megegyezés a társadalmi kuratórium és a VOSZ elnökség részéről, hogy ha valakit még egyszer jelölünk, akkor az már ne csak oda hívjuk és ismét ott ül is hazamegy díjazás nélkül, akkor annak adjunk díjat is. Az idei 18. Prima díjátadó gálát a hagyományoknak megfelelően a Vármegyeháza dísztermében tartják Nyíregyházán november 22-én pénteken.